Utasi vilmos kanonok 1951. december 30-án született tarnale leszen. 1977-ben szentelték pappá az egri főegyházmegye szolgálatára, nyírbátori és erdőtelki kápláni évek után gercsehiben, mikófalván majd vámosgyörkön volt plébános. Jelenleg Gyöngyös Patán látja el plébánosi szolgálatát, melyben a legfontosabbnak a hitelességet tartja. Az Evangélium hirdetésének kezdetétől férfiak és nők sokasága mondott igent Krisztus meghívására, választva a papi vagy a szerzetesi hivatást, vagy akár a missziót. Műsorunkban mi a jelenre koncentrálunk, és megpróbáljuk az Egri főegyház megye területén működő lelkipásztorokat bemutatni. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm vendégemet, vagy inkább vendéglátómat ebben a műsorban Vilmos atyát, és hálásan köszönöm, hogy elfogadta felkérésünket erre a beszélgetésre, és mesél egy kicsit arról az életútról, ami Vilmos atya mögött áll, egészen a gyerekkorától napjainkig. Kezdjük az legelején. Mi az, ami megosztható Vilmos atya gyermekkorából? Hogyan indult az élete? Hát, hogyan indult az életem? 1951. December 30-án születtem Tarna Leleszen, és ugyanakkor Bükszent ö, lakos vagyok. Már ugye voltam lakos. Tehát ma, ma sem értem azt, hogy hogy lehet, hogy én szomszédközség Tarna Lelesz és Tarna születtem, és Bükszent terzsébeti lakos voltam. Nem mindegy. Egyszerű családból származom, édesapám a Ózdi kohászatban dolgozott, hengerműnél, Édesanyám pedig otthon háztartási beli volt, ház körül dolgozgatott, nagyszüleimmel, édesanyám szüleivel éltünk együtt. Nagyapám kezdettől fogva pásztorember volt, nagyanyám pedig ö, 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 jószágokkal foglalkozott otthon, még jószágokkal foglalkoztunk otthon. Ez volt a, a családnak a, a, a helyzete, meg a... a, a Pénz lehetősége, és apám ugye kapott fizetést, de aztán nagyapám meg a ts volt ö, munkás, és akkor pásztor, ember egész életében. Hát ehhez, hogy legyen, hogy építkeztünk is közben, hogy ehhez legyen pénzünk, azért jószágokkal foglalkoztak nagyapám még. Tehát volt ö, disznunk, volt birkánk, hiszen nagyapám jupásztor volt, aztán volt tehenünk, és ezeket eladták, és így lényegében a család ebből tartotta fönn magát. Édesanyám, elbeszélése szerint már engem elvittek akkor a templomban, amikor ilyen kis karonülő voltam. Én erre nem emlékszem, de ő mindig ezt mesélte. Vallásos családból származom, és amikor már olyan iskolás voltam, akkor pedig len. Mindig együtt mentünk a misére, édesapám, még édesanyám kézen fogva vitt a templomban. És az első nagy élményem a templomban az volt, hogy amikor már úgy első osztályos voltam, hogy szerettem volna minisztrálni, láttam a minisztránsokat. De nem mertem bemenni, és egyik alkalommal, első osztály végén, anyáknapi alkalmából az egyik osztálytársam, aki már minisztrált, becsalt a litániára, csak a litániára, és akkor a atyától úgy bátorítást kaptam, hogy ugye hogy reggel is jössz. És attól a perztől kezdve én hétköznap, vasárnap mindig mentem a misére, édesanyámmal és édesapámmal együtt jártunk vasárnap a misére, Délután, vasárnap délután pedig édesanyámmal mentünk mindig a litániára is. Tehát attól a pillanattól kezdve minisztrás voltam. Jöttek a hajnali misék, hajnali misére mentünk, aztán hazak mentünk még, megreggeliztem, és utána irány az iskola. Ez volt az alsó tagozatban, hiszen Bixent Erzsébetre jártam alsó tagozatban, és Tarna leszre pedig a felső tagozat osztályai, ahol jártam. És lassan úgy megérlelődött bennem atyák biztatására is az, hogy hát én mégis pap szeretnék lenni. Ennek a jelei az volt, hogy volt egy szép képes könyvem, tehát ilyen mesekönyv, mese és akkor én kikeresgéltem benne a képeket, színes képeket, és ahogy láttam a, a Szent Misén, ugye, ahogy a, az atya hajtogatta a, a, a misekönyvet, és ott voltak képek, akkor én is próbáltam utánozni őt, és, és egy pohár volt a kejhely, és így, mintha misézgettem volna, és sokszor édesanyám, nagy nagyszüleim rajta kaptak ezen, és mindig, mit csinálsz gyerek, mindig kérdezték tőlem, és ők is látták azt, hogy bizonyos jeleket ad az Isten, amikor meghív valakit szolgálatára, és ezek, azt hiszem, ezek voltak az első ilyen lépések a, a papi hivatás felé. De akkor még nagyon fiatal volt Vilmos Hát akkor még nagyon fiatal voltam, tehát általános iskolás voltam még, és ugye akkor, mikor volt egy lévánosunk, Mátrázi Flórián atyának hívták őt, és ő meglátta bennem, hogy ennek a gyereknek biztos van hivatása, és ő fölkarolt engem. Tehát segített mindenben, és terelgetett így a papi pálya felé, anélkül, hogy bármit is szólt volna, hogy neked papnak kell lenned, soha egy szóval nem mondta azt, hogy te már pedig pap legyél, de, de úgy terelgetett, magához behívott akkor ugye ilyen papi dolgokat, hogy az anyakönyveket nézegettük meg, meg diktáltam neki ilyen dolgokat, aztán fedémes volt a féliánk, Büszent Erzsébetnek, és akkor még egy nem volt autója, hanem csak egy ilyen motorja, és akkor vitt oda is ki, és ott olvastatott, minisztráltam neki, tehát ezek, ezek, voltak a jelei. Később középiskolában ezek a jelek azért vagy sokasodtak, vagy elmélyültek, ha jól gondolom. Hát ugye 8. osztályos korunkban az osztályból, Tarnele leszen, az osztályból hárman mentünk katolikus iskolába. Ami annak idején nagy szó volt, és az osztályfőnökünk a haját tépte, Mérgébe, hogy három, egy lány és két fiú, fiú az Szentenderére a Ferencesekhez ment, a lány pedig Debrecenbe a én pedig elkerültem Győrbe a Ennek egy külön sztoria van, magam se tudom, hogy hogy, amire viszont nagyon emlékszem, hogy január első pénteké volt, amikor Egerbe a szemináriumba be kellett menni felvételizni. Nem úgy volt, mint most, hogy aki jelentkezik, örömmel fogadják a katolikus iskláva nem is volt ennyi, ugye? Hanem magam sem tudom, hogy miért, hogy mindenki papa -e lenni, biztos, valószínű, de hát voltunk, nagyon sokan voltunk, nem emlékszem rá pontosan, hogy hanyan, de sokan. Az isteni gondviselés meg a megpróbáltatás. Eger vaktán lerobbant a buszunk. És tíz órára kellett volna beérnünk a szemináriumba, ugye? És hát majdnem 11 értünk be. Tehát már ott kezdődött az akadály, hogy valami az ördög már, ugye nehogy már jó, mennek, jó menjenek a dolgok, már ott egy akadályt tett a útunkba. Aztán természetesen, hogy a plébános úr vezetésével, tehát ő jött velünk, és akkor már a többiek már ott írták a felvételiket, és ki volt hagyva nekem a helyem, és nem felejtem el sohasem, hogy Ceruzát vittem, mint tollat is vittem, de nem volt radírom. És akkor a szomszédomtól kértem el a radírt, aki később papkoromba is, és kispapkoromba is a legjobb barátom lett. Akkor még nem tudtam, csak ez az isteni gondviselés így hozza össze a dolgokat, és ö, meg volt a felvételi, aztán utána, azt hiszem, január vége felé jött a plébánosunk, és hát mondja édesanyámnak, hogy... Na, her, min a gyereket fölvették. De hova? Mert mi, ö, édesanyám azt szerette volna, a Ferencesekhez Esztergomba kerülök, és azt mondta, hogy Győrbe a Hó, olyan messze, tehát teljesen, édesanyám, teljesen ki volt akadva rajta. Jól értem azt, hogy akkor ez nem egy ilyen teljesen szabad választás volt, hanem ahol éppen hely volt, amelyik gimnáziumban hely volt, akkor oda vették föl Vilmos atyát? Ezt már az egri szeminárium intézte, hogy kit hova te tetetnek be. Nem tudom magam se. Hárman kerültünk, azt tudom, oda. Én, Pap Jancsi, aki meghalt már, sajnos, ugye egy Nyíregyházi fő főpap volt és Hanák Józsi atya ő is meghalt. Mi hárman kerültünk ezek közül oda. Aztán többiek mentek Esztergomba mentek Kecskemétre, de hogy mi miért oda kerültünk, azt nem tudjuk. Tehát ez nem, e, nem volt nyilvános számunkra, csak minket oda küldtek, mi meg elfogadtuk. Azért ez egy nagyon komoly alapot vagy hátteret jelenthetett egy szerzetesi intézményben tanulni. Mit hozott magával a bencésektől? Hát bencésektől a szigort. Embert varagtak belőlünk. Tehát az, hogy legyél becsületes, aztán legyél magadhoz is ö, szigorú, tehát aztán ilyen dolgokra tanítottak bennünket, tudatos tudatosságra, és érdekes, hogy ö, az négy év alatt, a gimnáziumi év alatt, úgy úgy megerősödött bennem a hivatás, és amikor érettségi előtt voltunk, ugye kérdezték, hogy akkor most hova tovább mindenkitől, és Nekem olyan természetes volt, hogy én a kispaptát szemináriumban jelentkezem. Abban az osztályban, a b -osztályban, ahol felvettek, vagy ahová kerültem győrve a benszéseknél, ott heten voltunk, akik kispap jelöltek voltunk. Tehát nem Egri egyházmegyések hárman voltunk, a többi meg ö, volt Veszprémi, aztán Győri, stb. 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 És ebből a hét jelöltből öten papok is lettünk, tehát ötünket fel is szenteltek. az osztályfőnökünk nagyon örült neki, és büszke volt ránk, hogy az ő osztályából mégis öten papok lettünk. Használom ezt a csúnya szót, hogy nem fertőződött meg annyira a bencés lelkülettel? Nem. Én soha nem gondoltam arra, hogy szerzetes legyek, érdekes dolog. Pedig nagyon tetszett az ő életük, Ö, szigorúságuk is azért, otthon is eléggé szigorúan neveltek engem, tehát nem az volt, hogy mindent tehetsz, fiam, mindenhová engedtek, édesanyám, édesapám, csak mindig engedélyt kellett kérnem, hogy ide szeretnék menni, és akkor azt mondták, fiam, megmagyarázták. Nem azért, hogy nem engedünk el, de sose tudjuk a bajt, és nem tudjuk, hogy akkor hol vagy. Ugye, vagy mi történt veled, de így, ha valami, akkor tudjuk, hogy hol vagy, ha be is történik veled valami. Tehát mindig be kellett jelentenem, hogy most ide szeretnék menni. Akkoriban milyen kikapcsolódási, szórakozási lehetőségek voltak a fiataloknak? Hát a gyerekkoromban én nagyon szerettem sportolni, focizni. És elsősorban ilyen, hát mozi volt a faluban, hogy ami lehetőség volt. az én gyerekkoromban még televízió volt egy-kettő. Az első televízió a Kántornál volt. Erzsébeten, a Plébánián, ott laktak, és emlékszem rá, amikor ezek a nagy meccsek voltak, hogy mit tudom én, Ószt, Vasas, Dózsa vagy Fradi, akkor az egész falu népe ott volt fönt náluk, egy ilyen ebédlőben nagyobb volt, mint ez, és minket gyerekeket leültettek így a tévé elé, és így néztük, hanyat, majdnem hanyat fekve a meccset. Tehát ez volt, mondom, más, más lehetőség nem nagyon volt. A nagyobbaknak már, meg a legényeknek, lányoknak volt ilyen, hogy válok, különböző válok, de hát abban még nem jártunk. Ha pedig bálokban nem, és már itt körvonalazódott a papi hivatásnak egyértelműen a gondolata, érezte a Jóistennek a meghívását, akkor egyértelmű volt, hogy szemináriumba felvételizik. Természetesen, igen, igen, igen. Hát igen, ugye közben még két év katonaság volt, hát az is kem kemény dolog volt. Leérettségiztem, és már mikor hazaértem, június 15-én, akkor már otthon várt a behívó. Két nap múlva... Ö, ö, győrből kapok egy másik behívót, <laughs> úgyhogy már küldték, biztosították azt, hogy itt már tudták, hogy fiskba vagyok, mert mikor ö, ugye sorozás volt, akkor megkérdezik, hogy hova akarok menni, vagy mit ak tovább, hova akarok menni tanulni, és akkor én, én soha nem szégyeltem azt, hogy én megmondjam, hogy én kis pap, vagy pap szeretnék lenni, és rám, ugye rögtön rám haraptak, és a többieknek még Péter, hogy Péter Pál napján, igen, 29-én volt a felvételi a szemináriumban. Én akkor már bevonultam katonának Nagyatádra, kemény két évre, a harckosizó ezredhez. És nagyon érdekes dolog, ha szabad erről néhány szót szólnom, hogy ugye mikor megérkeztünk, reggel volt, másnap reggel, és aztán ott voltak a tisztek, minket ilyen bevonulókat összegyűjtöttek egy terembe, és akkor, akkor kérdezték, ha a bizottság elé kellett menni, hogy na most akkor mi a foglalkozása, stb. 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 és akkor tőlem is kérdezték, hát mondom, most érettségiztem, hova akar menni tovább tanulni, azt mondom, én pap akarok lenni. Aztán ott a, a tisztek, mint a mékas, úr, rögtön, ugye? És akkor egyszer csak azt mondja nekem egy őrnagy, na üljön oda, volt ott két öreg katona, üljön oda. Oda Odaültem. És aztán amikor felkerültem a századhoz, azt mondta nekem ez az őrnagy, hogy nem valami szélhámos maga? Nézzék rá, hát... Hát mondom, miért van Hát azt mondja, hogy más tagadja maga, meg így ilyen nyíltan beszél erről, hogy maga pap akar. Na majd én meggyőződök arról, hogy maga pap lesz, azt mondja, vagy pap akar lenni. És elkezdte latinul mondani a lépcsőimát, és ő mondta a pap részét, én nekem kellett mondani a választ a híveknek a részét. akkor lekezelt velem, és akkor azt mondta, hogy na, látom, hogy maga egy komoly ember. Ezzel a őrnaggyal mikor már öreg katona voltam, harmadidős szakos, akkor minden másnap őrparancsnok voltam, és vele együtt szolgáltunk. Ő ügyeletes, tiszt volt én is, én önparancsnok, és aztán mindig, hogy mondjam, elismeréssel szólt rólam, meg, meg ő kísért vissza bennünket, mikor leszereltünk a kiegészítő bizottságra Egerbe, és akkor azzal búcsúzott tőlem, hogy Utasi, legyél olyan jó pap, mint jó katona voltál. Fizikailag nagyon gyenge voltam, hát mondom, de hogy mondjam, amikor ilyen lövészetek voltak, akkor ugye ott fejbe kellett számolni, mert a csinál, vannak a, a célok, ilyen vonások, és minden vonásnak megvan a maga mértéke. Két vonás alatt látom a, a célt, akkor tudnom kell, hogy az körülbelül kapásból hány, hány van. Mert úgy kell lőnöm. És ebben viszont én nagyon jó voltam, mert, mert egy-kettőre ki tudtam még számolni, most már nem biztos, hogy ki tudnám számolni olyan gyorsan, is. hát emiatt aztán el is ismertek, tehát soha nem volt gondom később belőle, hogy én kisbab vagyok ott. Nehéz volt megélnem azt a dolgot, hogy imádkozzál, szentírást olvassál, tehát abban a környezetben, tehát de én ezt egy ilyen próbatételnek fogtam fel, hogy a világba kikerülök, a pap leszek, akkor sem mindenki istenhívő lesz, és nem mindenki vallásos, és nem minden emberrel, emberrel akivel találkozok, nem minden ember vallásos lesz. És azokkal is szót elérteni. Ilyen szempontból két viszonylag nehéz év után akkor következett egy picit nyugodtabb időszak a szeminárium évei. Hogyan emlékszik vissza ezekre az évekre? Hát a szeminárium évek legszebb tanulmányi éveim közé tartoztak. Egy nagyon jó kis közösség volt, miénk. 24-en kezdtünk mi annak idején, 1972-ben. 26-an, 26 nem 24, 26-an. Ebből a 26-ból 18-unkat szenteltek pappá. 14 egri egyházmegyés volt, és 4 váci egyházmegyés. Tehát a legnagyobb évfolyam volt abban az időben, még azóta is, tehát nem is tudom, lesz-e még ennyi kispap, és egy nagyon jó közösséget alkottunk. Mi megtaláltuk minden, együtt a, a mindenkivel az összhangot, és szóval mindenki nagyon, most is vannak ugye ilyen évfolyam találkozóink minden esztendőben, és mindig előhozzuk, hogy emlékszel hogy ezt csináltuk egy kicsit, hogy mondjam, egy kicsit huncut osztály, vagy évfolyam volt, nem osztály, amilyenk. Tehát, de, de olyasmit soha nem tettünk, ami, tehát a határig elmentünk, de azért, hogy már azért, mert valamit tettünk, azért már a szemináriumból menesztenek bennünket, ilyenek soha nem történtek velünk. De összetartó közösség, most is összetartók vagyunk, mert még évfolyam találkozókra is azért 12-en, ahányan élünk, mi minden esztendőben megjelenünk. Nagyon jó is. Hát meg jó tanáraink voltak, és kemények voltak, különösen Várad Józsi bácsi, vagy atya, ugye, aki prefektusunk volt, ő aztán szombatonként ellenőrizgette a celláinkat, már amikor cellások voltunk, minden egyéb dolgot, meg hát a tanárok is azért hogy mondjam, én nagyon szerettem szemináriumban lenni, meg a többiek is, mert azért a tanáraink is olyanok voltak, hogy együtt röplabdáztunk velük, tehát Váradi Hősi atyával, Gondaimre atyával, Spiri Kovács Endre Püspök úrral, tehát ők mindig jöttek közénk röplabdázni, és akkor ez, egy, ez, mindig egy, egy, hogy mondjam, egy rengeteget kirándultunk, ők is jöttek velünk, tehát legszebb élményeim volt, közé tartozik az öt év szeminárium. Én hallom azt mai fiatalabb szemináriumban tanuló kispapoktól, hogy nagy a szigor, ez egy zárt rendszer, és hát a kötöttségeket viszonylag nehezen viselik. Mondhatom azt, hogy egy bencés gimnázium, meg két év katonaság után, ez felüdülésnek számít. Ez, ez így igaz, ez így igaz. Talán az a gond, hogy nem viszik el most őket katonának. Egy kicsi ö, szigorúság, hát nézze az, a mi korunkban, tehát amikor mi szeminaristák voltunk 72 77-ig, azért egész más világ volt. Ö, minden szempontból, és mi, akik oda bekerültünk, 90 százalékban már voltak, mindenki katona volt. Az osztály létszámának 90 százaléka. Egy-kettő volt, azt hiszem, aki nem volt katona, tehát a katonaságnál ott, ott kesztyűs kézzel bántak az ember, ott nem volt pláne a kis papírjelöltekkel, mert ugye legtöbbjüket lentire vitték lent is, és nagyatád volt a két ilyen büntető, szóval ezredek voltak ezek. Tehát az már szemináriumi élet nekünk nem volt nehéz. Semmi szempontból, hogy túl szigorú, de hogy túl, szigorú. Hát mennünk hát például a bencéseknél, ha mi érkezéskor, akár reggelikor, akár délbe, vagy vacsorakor, ha fölkeltünk az asztaltól, és a széket valaki meghúzta, csörgött, azonnal két-hét tévjárvonás volt, mindegy. Tehát úgy kellett fölkelnünk, arra tanította bennünket, hogy a széket megemeled, és nem húzod a, 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 a paddón. Ezért mondom, addig néztünk tévét, és nem is hiányzott a tévé, ha néztük, akkor meg győrve a, a Bécsi tévét néztük, mert ott közel volt. Tehát ilyenek, hogy most szemináriumban nem lehet tévét nézni. Hát igen, a mai gyerekeknek ez már egy kicsit furcsa. Egy picit, hogyha így a kronológiában haladunk előre, a lelkipásztori helyekben azért visszatérnék majd egy idő után arra, hogy mennyiben változtak meg mind a körülmények, mind pedig a társadalom, vagy akár a fiatalok, hogyan lehet ma megszólítani őket, hogyan lehet az egyházhoz közelebb vonni. De még ne szaladjunk ennyire előre. 1977-ben szentelték fel Igen. Vilmos atyát, és első szolgálati kápláni helye Nyírbátor volt. Idézzük fel ezeket az éveket. Nyírbátorban egy évig voltam, az, uh, hogy mi mondjam, tehát a szemináriumi évek után számomra az egy, hogy mondjam, egy ilyen nagyon nyugis hely volt, hétköznap tudnélik, igaz, hogy 5-6 magával a máterrel, tehát nyírvátorral 6 községünk volt, de az vasárnap és szombaton volt a megterhelő, hiszen akkor mentünk ki a Fédi misézni. Akkor abban az időben még egy-két hittanóra volt, emlékszem rá, nyírvátorban, amit én tartottam vasárnap délután. És alkalom adódott arra számomra ez az egy év alatt, hogy egy kicsit azért, amiket tanultam, teológiai dolgokat még egyszer át ismételgessem. Azért igyekeztem ugye a hívek között is, az egy év alatt nem nagyon sok mindent tud az ember elérni, de úgy az emberek között megjelenni, meg fiatalokkal, elsősorban családokkal próbáltam a hittanos gyerekek családjaival fölvenni a kapcsolatot. Hát egy pár családdal így ki is alakult köztünk jó viszony, és hát jó, egy év, ez, 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 ez egy év, mondom, hogy ilyen pihenő hely volt számomra a szeminárium után. Az első kápláni szolgálati helyét követően, hogyha így egy képzeletbeli térképen megpróbáljuk elhelyezni a következő állomás helyeket, akkor én úgy érzem, hogy ezek viszonylag egy kis területet ölelnek fel. Puskáznom kell, erdőtelek, egercsehi, Györg és jelenlegi szolgálati helye gyöngyös Pata. Ezek a települések filiákkal együtt nincsenek túl távol egymástól. Hogyha ugye az elmúlt évekről, ha nem is minden településről említünk meg, élményeket, tapasztalatokat. De melyek a legmarkánsabbak, amikből gazdagodott, gyarapodott, vagy úgy jó emlékkel gondol vissza ezekre az élményekre? Mindenek előtt e e erdőtelket emelném ki. Káplánként kerültem az 78-ban, 82-ig ott voltam Káplán. Káplános éveim, talán még a papi éveim legszebb, a szeminárium után legszebb évei voltak. 400 gyerek volt hittanos. Abban az időben. Olyan főnökön volt Béres János Kanonok úr esetében, aki, aki szabad útkezet adott a káplányának. Tehát amikor én oda kerültem, azt mondta, ő temető eskető, ha két vagy három is kettőt mond nekem egyet, nekem egy a dolgom, minisztránsokat szerezzek, és a hittan. És abban az időben, amikor ö, két vagy három csoportot lehet engedélyezett az AIVH, ugye nálunk tizen, hat csoport volt. Úgyhogy Véres János Kanonok úr minden héten ment ugye reportra miatt, hogy miért van itt ennyi, ennyi csoport. Hogy mondjam, nagyon ö, sokat jelentett erdőtelek számomra, rengeteg minisztrást tudtam összeszedni, úgyhogy már az volt, hogy két csoportot, két ö, csapatot csináltam belőlük, mert egyszerűen nem fértek az oltárnál annyian, és akkor mind a két csapatnak volt ilyen csapatvezetője, és akkor felváltva, hogy ezen a héten ti jöttök hétköznap minisztrálni, másik héten ti jöttök, vasárnap meg 22-25 gyerek minisztrált, mindenki minisztrált. Tehát nagyon, hogy mondjam, nagyon vallásos, és nagyon jó hely volt Erdőterek abban az időben. Hát igényelték is a papnak a jelenlétét, meg a lelki táplálékot, tehát ez volt a leg, hogy mondjam, legszebb éveim egyike. Tehát ez a Négy év, amit ott töltöttem erdőtelken. Erdőtelekről elkerültem, akkor sorba veszük röviden, Egercseibe, ön önállónak. Egercsei nagyon közel van Vüxenterzsébethez, 15 kilométer, és onnan pedig Bogyó Gyurka bácsi, Esperes úr, ő pedig elkerült Balatonba. Itt kerültem én Egercseibe. Ott voltam, azt mondja, hogy 82-től 91-ig, ha jól emlékszem rá, Hát, hogy mondjam, Egercsei, Bányatelep, Szúcs, Bekölce, négy községen volt, végül öt községben még hozzám jött Mikófalva is. Kiskösségek. Mikor önálló lettem, arra lettem figyelmes, mikor plébános lettem, hogy ö, nincsenek közösségeink. Tehát akik a templomba járnak, az nem közösség. Mindenki elmegy, és utána éri a maga életét. Tehát valahogy közösséget kellene létrehozni. És akkor én megpróbálkoztam már ott is ilyen kisebb közösségeket azokból, akik templomba jártak, fiatalok, fiatal családokból, így összehozni. Hogy hogy érezzék, mag, érezzék azt, hogy ők összetartoznak. A vallásuk, a hitük összetartja őket. Mert egyedül családonként is, meg egyedül nagyon nehéz, hogy mondjam, a hitet megélni egy hitetlen társadalomban. De a közösség van. Az, az, annak van egy kifelé egy, 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 egy kisugárzás másokra is. És ott kezdtem ezt építgetni, ezeket a közösségeket, több kevesebb sikerrel. Kiskösségek voltak ezek, mondom, de, de azért lelki élmények voltak, mert papi élményeim voltak azért ott is. Egercseiben, majd Egerseiből elkerültem Vámos Györkre. Egész más, az egy bányászvidék, ez meg egy vasutas népség. Hozzám tartozott még Atkár, meg Gyöngyös Halász. Atkár egy ilyen földműves valaki, társ, ilyen, ilyen régen úgy mondták, hogy kubikusok, a halásziak, mert szőlős művelősek voltak. Tehát három község, három fajta nép és három fajta különböző nép. Tehát véletlenül sem Hasonlított egyik a másikhoz. Na most itt megint csak azt kezdtem csinálni, hogy láttam azt, hogy szét van hullva az egyházközség. Tehát nincs ami összetartsa őket. És akkor hogyan lehetne ezeket mégis összehoznom? És aztán kitaláltam, nem is tudom kinek a, 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 az ötlete volt, hogy keresztény bál. Voltak bálok. Keresztény bál. Aztán elindítottuk ezt. Ez valahogy egy kicsit azokkal is, hogy mondjam, azok is jöttek, akik akik nem nagyon jártak templomba, de találkoztak a pappal. És látták azt, hogy a pap nem egy, hogy mondjam, egy bezárt valaki, aki, akire félénken kell ránézni csak, mert félünk tőle, mert hát a pap, pap ugye, hanem a pap is olyan személy, mint ők. És ott nagyon sok emberrel találkoztam így, meg, meg tudtam őket szólítani, akik hébehóba eljöttek ugyan a templomba, de nem rendszeres templomba járók voltak. Tehát az a keresztény bár. Aztán másik ilyen dolog volt, hogy közösség legyen, és akkor ez beindult, és ennek a híre, hogy milyen jó volt, stb. stb. elterjedt. Következő évben már többen voltak, és mindig, mindig, mindig így. És az egyre többen kezdtek járni ezek után templomba is. És másik ilyen dolog pedig len, hogy hogy elvittem őket zarándoklatra. Ez megint csak a többi papok még itt a környéken nem nagyon foglalkoztak ezzel, és mindig biztattam őket, menjetek velük kirándulni, vagy zarándokolni. Higgyétek el, amikor össze van zárva a papa híveivel, jobban megismeritek a híveiteket, meg a hívek is jobban megismernek téged. És akkor elmentünk lurdba. És aztán mondták ott, hogy atya ne menjünk haza, hát nem úgy van, azt mondom, ugye, aztán elmentünk Fatimába, Rómába elvittem őket, és Lourdesban nem is egyszer voltunk velük. És mindezek, mindezek tehát ilyen közösségépítő, hogy mondj, összejöveteleknek tekintettem, ahol, még egyszer mondom, hogy jobban megismertem őket, én is, meg ők is jobban megismertek engem, és utána könnyebb volt hozzá bejönniük. Tehát, hogy mondjam, Könnyebben ford, tudtak hozzám fordulni bármilyen dologban, tehát nem ilyen háromlépéses távolságnak tekintették a pap még köztük levő részt. Azért az elmúlt 15-20 év során rengeteget változott a társadalom, nagyon sokat változtak a fiatalok, akár a felnőttek is. Mit tapasztal, most itt akár gyöngyös Patán, 11 éve itt teljesíti? a papi Én hivatását. Jön. Mennyire lehet közösséget építeni? Hogyan lehet megszólítani az embereket, és közelebb vonzani az egyházhoz? Nyöngyös-Pata olyan helyzetben van, hogy itt nem nehéz közösséget létrehozni, hiszen ö, környékbeli települések közül az egyik legballásosabb település még mindig azt tapasztaltam, amikor ide kerültem 11 évvel ezelőtt, hogy itt még három generáció együtt él egy házban. És ez számomra, hogy mondjam, rendkívül fontos dolog volt, mert emlékszem rá, hogy abban az időben, gyerekkoromban ugyanez volt nálunk is. Azt is tapasztaltam, hogy legtöbb családban, fiatal családban három gyermek van. És azt is tapasztaltam, hogy ezek a szülők nem küldik a gyereket, a misére nem hozzák. 11 év alatt azért másként alakultak a dolgok, ahhoz képest, amit én itt találtam. Az egész település egy ilyen zárt település volt, tehát nem akárkit fogadtak be maguk közé, akit viszont befogadtak, azt hogy mondjam, azt, azt, azt nagy szeretettel vették körül ide kerültem, egy hét múlva már az autóból integettek, tehát köszöntek. Nyír, vagy Hámos Györgönt hat év kellett ahhoz, hogy valaki az autóból vagy bólincson, vagy pedig köszönj, itt már köszönj. Nem tudtam, hogy ki -e ő, vagy mi ő, de ez már, tehát a tiszteletadás, és azóta is azért nagyon tisztelik az előjárókat, mind a papot, orvost, tisztelik a polgármestert, vagy polgármester azt mondja, tehát az, ez a, a településnek az járó, hogy nagy tiszteletben tartják. Na most az, hogy változnak az emberek, és változik az idővel együtt, ez így igaz. Tehát ahogy bejönnek ezek az új technikai dolgok is, mo mobiltelefon, meg okostelefon, tehát ezek elvonják a, a, a figyelmét a fiataloknak, meg a gyerekeknek is, sokszor a lényegről. Nem olvasnak, tehát tapasztalom az, hogy hát bizony bizony a misén is öh, valamikor rájuk kell szólnom, hogy azért a mobiltelefont tedd már le a kezedből, most nem otthon vagy. Hát ilyen időket élünk. Most ezek nagy kihívást jelentenek a papnak is, mert abban az időben még nem voltak ezek, le tudtuk kötni a -e hittanó órán is a gyerekeket. Diafilmek voltak, ugye, egy ilyesmi. Most már ezek elavult dolgok. És nem tudjuk felvenni a technikai modern dolgokkal kapcsolatban a versenyt. Régi élethez képest sokkal szabadabbá vált az életük. És a településem az az árt közösség már, mint amit én akkor itt találtam. Sokkal liberálisabb. Tehát itt is. Gondolja Vilmos atya, hogy fel kell venni az egyháznak ezekkel a modern technikai eszközökkel a versenyt, hogy, hogy Istennek az üzenetét el tudja juttatni ma az emberekhez? Igen, igen. Modern dolgokkal kell, modern ilyen technikai dolgokkal kell Isten üzenetét közvetíteni mai modern gyerek, fiataloknak. Mert másképp le fogunk maradni róla. és, és hát azért vannak ilyen lehetőségek. Isten igének a hirdetésére. Azért ez egy érdekes ambivalencia szerintem, mert a jóisten ugye csendben tud hozzánk szólni. Igen. Ma ebben a felgyorsult világban, amiben élünk, mindenhol vibrál valami, vagy hallgatunk zenét, vagy tévét nézünk, közben nyomkodjuk a tabletet, vagy a telefonunkat. Igen. Itt nagyon nehéz csendet teremteni. Hát nagyon nehéz papként hogy lehet eljutni ennyi információ között Isten üzenetével az emberekhez? A templom, a prédikáció, meg a más szentségi kiszolgáltatása alkalmat ad arra, amikor csendben vannak az emberek, temetés alkalmával, keresztelő alkalmával, szentmisérű, nem beszélek, mert ez természetes, ugye, hogy szóljon hozzájuk az ember. És mindig van azért valami, egy, egy fogalom vagy egy szó, ami megragadja őket. Ehhez viszont a papnak szükséges az, hogy, hogy készüljön. Tehát prédikációkra, mert csak akkor tudjuk mi papok, hogy mondjam, Isten igét hitelesen közvetíteni, hogyha az ember készül is rá meg elmélkedik is róla, mert csak az, hogy most elolvasom, persze el kell olvasni, vagy legalábbis én el szoktam olvasni mindig a leszkét, az evangéliumot, meg az olvasmányt is vasárnapra készülbe. de, de most ezt az Isten igényét átfordítani a mai nyelvre, és a mai helyzetre alkalmazni. Mert az, hogy elmondom Istennek az igéhez, de jó, de most, most ők mit tudnak ezzel kezdeni? Vagy hogy tudom nekik ezt úgy elmondani, hogy, hogy ez rátok is vonatkozik. Tehát ez a nehéz a mai világban. És a mai körülmények között, mert régi ilyen, hogy mondjam, barok stílusú prédikációkkal most már nem ramvegyünk semmire. Tehát van az Isten igéje, és ezt a mai korra lefordítva velük közölni. Ez nem egyszerű dolog. És... Az ember, hogy mondjam, ha, ha a pap egy kicsit nyitott szá szemmel jár, akkor minden, mindig akad és tud az ember ö tehát olyan helyzetet teremteni, ami, ami a mai világban megállja a helyét. Egy paptól mindig hitelességet, útmutatást vár az ember, egyfajta lelki feltöltődést. Ugyanakkor nagyon ritkán gondolunk arra, hogy egy lelki pásztornak is szüksége van arra, hogy minden nap új erőt merítsen, és, és a hivatását, a szolgálatát azt, ha nem is száz százalékon, de megközelítőleg úgy tudja teljesíteni. Vilmos atyának mi segített az évek folyamán megmaradni Isten jelenlétében? Én nagyon fontosnak tartom az imádságot. És az imádság az első ilyen dolog, ami, ami az embernek tehát mindig lehetőséget biztosít az Istennel való találkozásra. Az imádság mellett az evangélium, a magának, a szentírásnak az olvasása, van ideje az embernek, de hát ha misézik az ember minden nap, akkor adva van reggel, kora reggel már ugye a szentírásnak a szövegei, és ezek mellett pedig a szentségek véte, vagy a szentségnek a vétele, szentgyónás. Tehát ezek, hogy mondjam, ezek adnak erőt a papnak, mert bizony bizony a papnak az élete is próbára van téve a mai világban különösen. Ugye, tehát nem, meg, nem értik meg az embert, mellé beszélnek, félrebb magyarázzák papnak a szavait. Tehát ezeket, legalábbis én úgy fogadom, hogy hát. Jézus azt mondta, hogy aki utánam akar jönni, az vegye fel a keresztjét, és másképp nem követhet csak a keresztel együtt. Tehát ezek keresztek pap számára is. Mindig mondom a híveknek is, hogy a keresztet hordoznotok kell. De Isten mindig ad hozzá kegyelmet és erőt ahhoz, hogy azt a keresztet, amit a váladra tett, azt bírt hordozni minden nap. Tehát ezek adnak Mind, még egyszer mondom, mindennapi imádságaink és a Szent Mize ad az embernek sok-sok kegyelmet és erőt ahhoz, hogy a papi hivatását az méltóképpen megélje, és egyúttal Isten igének a közvetítője is legyen. Azok a szép élmények, amik, amik papi életem alatt történtek, azok, hogy mondjam, még inkább elmélyítik a hitemet az Istenben, és abban, hogy érdemes volt papnak lenned, meg, meg Istennek a kegyelme, amely vezeti az embert és segíti az embert, az, az, az biztonságot ad az embernek a mai helyzetben is. Keresztekről beszélt pár perccel ezelőtt Vilmos Atya. Minden embernek az életében vannak keresztek, kisebbek vagy nagyobbak, én kívánom azt, hogy Bármilyen kereszt jön az életében, azt a jóisten segítségével sikerüljön hordozni és elfogadni, és megmutatni a Vilmos atyára bízott híveknek, hogy csak vele érdemes járni az úton. Nagyon szépen köszönöm a tanúságtételét. Én is köszönöm szépen, hogy megtiszteltek jelenlétükkel.